Még üres a Krudi ártmozi terme, de nem sokáig marad ez így. Közeleg a vasárnap, az éves európai ártmozi nap, amely premier előtti vetítésekkel, díjnyertes filmes alkotásokkal várja a közönséget, mindezt kedvezményes jegyárak mellett. Az Európai Artmozi Szövetség és az Európa Cinemas találta ezt ki néhány éve, ezt az artmozi napot. Azt kell róla tudni, hogy Európa 38 országában több mint 700 mozi, artmozi csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Magyarországon egyébként 25 művészmozi tűzi műsorra ezeket a díjnyertes alkotásokat. Természetesen a Váci Mihály Kulturális Központ által üzemeltetett Krúdi Gyula artmozi is mind a 6 alkalommal, amikor itt Magyarországon megrendez és került ez a rendezvénysorozat, csatlakozott hozzá. Most 14-én, november 14-én vasárnap 16 órától várjuk a művészfilmek kedvelőit. Mese a barátságról, Én vagyok a te embered és az Örökbefogadás. Ezeket a filmeket kizárólag decembertől lehetne megnézni, de vasárnap már bemutatják az Európai Film ünnepén Nyíregyházán. Cél most is az európai filmművészet és a művészmozi, mint kulturális és közösségi tér népszerűsítése. Azt kell tudni ezekről a filmekről, hogy premier előtt hetekkel, hónapokkal lehet ezen az egy napon megnézni ezeket a filmeket, tehát most ne is keressék addig más moziban. Ezek a filmek Cannes-ban, Berlinben, Velencében díjazásra kerültek, úgyhogy igazi artmozi csemegéről beszélünk. A Krúdi Gyula ártmozi szigorú feltételek alapján a megye egyetlen művészmozia, amely egyben tagja az Európa Cinemasnak is. A vasárnapi előadásokra pandémiás korlátozások nélkül minőségi kép- és hangtechnikával várják a közönséget.